Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóba. Ma nem más, mint ilyen kérdezfelelek kérdés videó jön. Nem tudom, miért baszom el mindig a bejelentkezést. Na mindegy. Nem sok kérdés jött, de lehet, hogy azért is, mert a kedves Enkor mostanában szarakodott egy kicsit. Megint féloldalos a kamera, de kerestem az állványt, nem találom sehol. Majd megkérdem Anitát, hogy hova tette. Na, kezdjünk is bele. Első kérdés. Previtől jött, nem is kérdés, hanem egy válasz, hogy azt mondtad, nem szeretsz, szóval azt várhatod, hogy kérdezzek valamit. Previkém, én mondtam, hogy senkit sem szeretek barátnőmön kívül, úgyhogy sajnálom, de ettől független még kérdést tehetsz fel. Illetve azért, na hát mégis azért szeretem a nézőimet. Ha nézed a videót, téged is szeretlek, de nem úgy. Remélem, nem baj. Mert azért csak pasi vagy, bár a... Az avatarjait sokszor elég árulkodóak, vagy azért, mert a pasikat szereted, vagy azért, mert engem szeretsz, vagy nem tudom, de szeretlek én, csak nem úgy, ahogy te. Második kérdés Foxitól jött, mikor lesz kész az Encore verzió 4, ha már egy ide áron elkezdte HTML első karakterét, kapcsos zárójel bezárva. De az az egyetlen probléma már, ha elkezdi, akkor kapcsol zárójel kinyitva, bár nem is úgy kell, mert nem úgy kell még HTML-be se. Úgyhogy ezt egy kicsit elbasztad fogsz, hiába vagy helpdesk. Azért a HTML-t még gyakorolni kell. Amúgy, hogy mikor lesz V4? Hát szerintem 2 hét múlva. És ez nem tudom mikortól kezdődik. De majd biztos lesz. Utána jött Wolf 914-nek a kérdése. Hogyha lenne Budapesten egy találkozó, amit én szerveznék, akkor eljönnél-e? Hát ez úgy működik, hogy én a múltkor, amikor voltam Pesten egy hétig, akkor is ilyen céges ügy miatt voltam, úgyhogy az a helyzet, hogy reggel, amikor felkeltünk a hotelből, elmentünk kajálni, utána mentünk a kiállításra, meg ilyenek. Utána este későn értem haza, elmentünk az arénába vacsorázni, utána meg már késő volt, meg már őszintén megmondott, kedvem se volt sehova menni, máskülönben nagyon szívesen mentem volna, de ez most nem úgy sikerült, ahogy én elterveztem. Ha még járok Pesten, akkor persze benne vagyok, főleg, hogyha nem ilyen céges ügybe megyek, és akkor tényleg lesz idő is arra, hogy mászkáljak így a városba. Az, hogy én most így külön felmenjek Pestre, megmondom, hogy milyen távol van. Onnan, ahol én élek, lakok. Csinálunk egy útvonaltervezést. Tehát az nekem pontosan 306 km, át kell menjek a határon, stb. Tehát az már kicsit problémásabb, de egyébként meg mennék szívesen, csak azért nekem elég zsebbenyúlós, hogy most felmenjek Pestre. Még ha vonattal megyek, az oké, de vonattal meg oda megyek, visszajövök, akkor ott a szállás kell, stb. Szóval az már elég költséges dolog. Autóval meg ha megyek, akkor az olyan dolog, hogy akkor elmegyek és nem piálok, hanem jövök is vissza. De ha megyek, akkor meg már barátnémet is viszem, mert minek hagyjam itthol. Meg hogyha már megyek, akkor úgy megyek, hogy ott maradok egy pár napot, hogy azért járjuk körbe a várost. Szóval nekem ez elég sokba kerülne, úgymond, de valószínűleg nyáron lesz egy ilyen kis kiruccanás, valamikor június-július végén. Tehát addig nem igen fogok Pestre menni, mivel nem tehetem meg, sajnos. Bár sose lehet tudni. De amúgy szívesen benne vagyok, hogy találkozzak bárkivel, illetve elmenjünk, megígyunk valamit, vagy mászkáljunk egyet a városba, vagy mit tudom én. Szóval én benne vagyok, csak mint mondtam, ez a kicsi távolság plusz kis lóvé az azért hiányzik. Meg problémásabb. Volt még egy kérdés Furion Knight-tól, hogy ha már komolyabban videózol, miért nem szerzel be egy kicsit komolyabb mikrofont? Hát ez úgy működik, hogy mikor a vlog videó készül, akkor a DSLR-nek a mikrofonjáról veszi fel a hangot ugyanúgy, mint a képet. Meg az is az igazság, hogy a mikrofon már be van tervezve, csak ez is suska miatt, még egyelőre nem jött össze. Meg az az igazság, hogy komolyan gondolom a videózást, ezt azért így kicsit nem teljesen fedi a valóságot, mert ha az az igazság, hogy így is rengeteg pénzt töltem bele a gépbe, meg a felszerelésekbe, meg mindenbe, és nekem ez, hogyha így megy a YouTube például, akkor nekem ez 10 év alatt se jön vissza a befektetésem. Sőt, még több idő alatt se. Tehát nem feltétlen csinálom én ezt olyan komolyan, ez inkább ilyen hobbi szint, mikor úgy ráérek, kedvem van, akkor foglalkozok vele. Szóval
az, hogy mikor hogy komolyan kezdjek el foglalkozni vele, az majd ott, mikor lesz 5000 feliratkozom, és akkor minden videómat megnézik egy nap alatt legalább 100-an, na majd akkor fogok igazán komolyan foglalkozni vele. De egyébként terve van véve egy másik kamera vásárlás is, illetve egy komolyabb mikrofon, de ez még a jövő titka, mert ahogy kicsit összespórolom rá a lóvét, akkor fog ez is következni. Tehát egyelőre nem tartunk ott, hogy annyira komolyan vegyem ezt az egészet, mivel mondjuk úgy, ki őszintén egyáltalán nem kifizetődő. Tehát mikor, mert most még egyelőre nem látom azt, hogy annyira nagyon értelme lenne, mivel nem kommentelnek, nem lájkolják annyira videókat, nem osszák meg, tehát nem fejlődik annyira a csatorna, hogy én azt most megint befektetést csináljak, mint ezelőtt körülbelül 2 éve. Vagy én akkor azt mondtam, hogy jó, most neki kezdünk úgy komolyan, aztán láttam, hogy nem igazán fejlődik úgy, ahogy én azt szerettem volna. Nem mondom, hogy nem csinálom szívesen, vagy mit tudom én, de azért nem annyira, hogy most én megint beleverjem magam egy akkora befektetésbe ilyen téren, hogy értitek, hogy fejlődjünk tovább ilyen téren. Lesz, majd fejlődik, csak így lassacskán. De mint mondtam, hogyha majd elérném azt az álomhatárt, mert én azt mondom, hogy 5000 feliratkozó után már azért sokkal gyorsabban fejlődik egy csatorna. Tehát addig én azt mondom, hogy nincs annyira értelme, hogy én ebben még több pénzt öljek, mert ez végül is csak kiadás és pénzelés, mert haszon ebből nincs. Tehát én nagyon minimális összeget kapok havonta az egész YouTube-ozásért. Tehát én, hogyha azt mondanám, hogy a YouTube pénzből akarnám megvenni a mikrofont, meg egy másik kamerát, amit szeretnék, akkor az hát mondjuk úgy, hogy még 10 évet kéne YouTube-ozzak ahhoz, hogy ezek összejöjjenek. Az meg, hogy én most a pénzemet, amit nagy keservesen megkeresek, azt most nem feltétlen szeretném erre költeni, értitek? Meg ennél vannak fontosabb dolgok is, mint hogy ebbe jöjjek még több pénzt. De amúgy terve van véve, lehet, hogy idén lesz még egy kis fejlődés, majd meglátjuk. Volt még egy kérdés, már nem tudom, hogy kitette fel, és volt több kérdés is, nem emlékszek már mindegyikre, de volt ilyen kérdés, hogy milyen is volt. Hát nem jut eszembe értelem. De értitek, tehát fejlődés az lesz, de még nem látom, hogy annyira legyen értelme, addig nincs több. Tehát nincs értelme beleölni több pénzt. Így is szerintem nem annyira vészes a minőség, semmilyen féleképpen képileg, hangilag, hogy most ez több legyen, mint amennyi most van. Voltak érdekes kérdések, pedig csak törölte az illető a kérdéseket, pedig szívesen válaszoltam volna rá, csak így hirtelen nem jut eszembe, hogy pontosan milyen kérdések voltak. De, ja igen, hogy miért videózok, meg miért foglalkozok ezzel, valami ilyesmi volt az egyik kérdés. Ez nálam teljesen hobbi szinten megy, mivel látjátok, hogy nem úgy működik a dolog, hogy most minden nap jönnek videók, posztolok, ha kell, ha nem. Szóval ez nálam inkább úgy működik, hogy mikor van kedvem és időm, akkor csinálom. Meg hogy valami ilyesmi volt, hogy miért ezzel töltöm az időmet, meg szabad időmet. Hát nem ezzel töltöm a szabad időm, én a szabad időmnek ezt a részét közben megnézem, hány óra meg kell dolgozni. Tehát ez úgy működik, hogy én reggel, mint mondtam, ilyenkor barátnémet elviszem munkába, utána hazajövök, van körülbelül 1-2-3 órám, attól függ, hogy délelőttös vagy délutános vagyok. Olyankor úgy se fekszek már vissza aludni, hanem akkor leülök játszani, és mikor olyan kedvem van, akkor felveszem. Tehát ez így működik. Meg azért meg már inkább úgy megszokásból csinálom, mert már hogyha úgy is játszok, miért ne vegyem fel. Mert máskülönben elmegyek munkába, utána hazajövök, utána barátnőmmel vagyok egész este, vele foglalkozok, filmet nézünk, elmegyünk össze-vissza a mozi, mit tudom én. Tehát nem azzal foglalkozok, hogy most te most ülj le, én meg majd videózok. Tehát ez nálam nem így működik. Tehát én minden videót, amit készítek, az nem általában, hanem mostanában mindig délebre, korán reggel készülnek. Tehát nem, ez nem veszi el úgymond az időmet, mert ilyenkor úgyis van egy-két óra holtér, amikor amúgy nem biztos, hogy csinálnák semmi értelmeset, mert akkor még punyadok, pihenek, és akkor addig játszok és ezt felveszem. Voltak kérdett még több minden, csak így már tényleg nem emlékszek rá, csak így átfutottam tegnap este a kérdéseket, és most látom, hogy már törölte őket, úgyhogy
nem tudok rájuk válaszolni. Máskor ne törőjétek kérdéseiteket, már felteszitek. Körülbelül ennyi volt, bár volt még kisfiú írt YouTube-on, hogy most meg is nézem, ha YouTube is úgy akarja. Hát nem igazán akarja. Szóval nem tudom. Gondolkoztam, hogy lesz egy akciókamera, ami majd így menet közben lesznek videók készítve, hogy azért legyen kis aktivitás ilyen téren. És mivel láttam, hogy az akciókamerás videókat azért szerettétek és néztétek elég sokan, tehát ez is terve van véve, aztán nem tudom, hogy mi lesz belőle végül is, mert mint mondtam, azért az se egy olcsó mulatság. Mikrofon meg annyira komoly mikrofon nem fogok venni egyelőre, mert veszek majd egy normálisabbat, kis állványjal, de nem fogok most ilyen tízezreket költeni rá, mivel nem láttam még egyelőre értelmét. Úgyhogy ez van. De hogyha látnám tényleg, hogy úgy fejlődik a csatorna, ahogy én azt szeretném, akkor lenne befektetés még jobban. Tehát nem azért, mert nem akarom, vagy ha annyira akarná, nem tudnám megvenni azokat a dolgokat, de akkor inkább spórolok már egy gyűrűre, meg ilyenek. Meg én nekem már nem ilyesmi jár a fejembe, hanem lakás, meg stb. Szóval inkább azokra gyúrok, mint hogy fejlesztem, öljem a pénzem a gépbe tovább, meg a videózásba, mert azért ez tényleg egy zsebenyúlós dolog, és mikor nem jön belőle vissza semmilyen haszon, akkor ez csak úgymond plusz kiadás. Ezt meg kell értsétek. Mondhatnátok, hogy foglalkozzak akkor még komolyabban a videókkal, még több feliratkozó legyen, még több nézettség, de ez meg olyan dolog, hogy időben nálam ennél több nem igazán jön. Szeretnék sok mindent csinálni, csak épp ez az, hogy idő az nincs. És egyelőre nem is nagyon lesz. Esetleg, ha bevonnám úgy barátnémet is, hogy délutánonként is tudjak videózni, de mint látom, főleg mióta ráálltam inkább ilyen magyar nyelvű videókra, mikrofonos videókra, vlog, ilyesmi, azóta külföldi megtekintéseim sincsenek annyi, úgyhogy a pénz az most úgymond a békaseg alatt van, ami jövedelem. Mert most mondjátok azt, hogy pénzért csinálom, hát mindenki pénzért csinálja. Aki azt mondja, hogy elkezd YouTube-ozni és csinálja, öli a pénzt a gépbe, az alkatrészekbe, mindenbe, megcsinálja, az mindenki azért csinálja, hogy ebből legyen haszna. Szóval nem senki, nem. Aki azt mondja, hogy nem azért csinálja, az hazudik. Én is eleinte úgy csináltam, hogy nem a nézettséged, nem ahogy mondják ér, de azért most már így rájöttem, hogy amennyit befektettem, tehát több százezer forintokat fektettem ebbe az egészbe, és mikor látom, hogy nem úgy több legyen, hanem egyre kevesebb, mivel nem tudom miért, de partnercéget váltottam, és mégis egyre kevesebb a nézettség, egyre kevesebb a... Vagyis nem a nézettség, az érdekes módon nő, viszont a jövedelem ebből ez egyre kevesebb. Szóval nem látom értelmét egyelőre, hogy még több pénzt belőjek. Meg mint mondtam, most már vannak fontosabb dolgok, amivel foglalkozok és amire költök. De ha látom, hogy többen kérik, hogy szeretnék azért mégis, hogy legyenek újdonságok, meg ilyesmi, akkor idővel ezek is bejönnek. Előfordult, hogyha az elkövetkezendő időben azért lesznek pár unboxing videó, illetve újabb videók, másfajta videók, de ez még tényleg csak már jó ideje, mint tervezem, de ez még mindig terv. Na hát gyakorlatilag ennyi lett volna ez a videó, mivel nem sok kérdést hagytatok, ezért nem sok választ kaptatok. Bár szerintem így is azért kaptatok jó pár választ sok olyan dologra, amit nem is tettetek fel kérdésnek. Bármi kérdésetek van, nyugodtan lehet írni. Én úgy is kiposztolom minden héten. Szerintem lesz ilyen heti egy kérdezfelelek cucc, aztán meglátjuk. Még van ennek is értelme, mivel az első videót azt elég sokan megnézték, ezt a másodikat meg már annyira nem. Nem tudom, mi ennek az oka, nem tetszik a pofám nektek. Na jó, nem vagyok negatív, mindenkit szeretek. Téged is, Previ. Na jó, ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!